congratulations for the players because they win, they play seriously most part of the game today. We control the things in the pitch and this is the most important, so we take this match seriously. We won, we are in the next round, that's it. We don't have time to analyze nothing because in 2 days we play Paks and after Pauk and after Mezokove, so we are in this rhythm, we are already used to this. We use this match to rotate some players, to give freshness to some players who played a lot of minutes and give a chance to play for some players who didn't play a lot. And so it was totally successful, I could say. Kicsi szokatlan volt a jobb hátvéd pozíció, de edzéseken már gyakoroltam ezt párszor, szóval annyira nem volt idegen. Meccshelyzetben még nem sikerült gyakorolnom, de úgy néz ki, hogy bevált. Sikerült gólt is szereznem és gólpaszt adnom. Örülök, hogy nyertünk 3-1-re, szerintem jól játszott a csapat és maga biztosan levezényeltük ezt a mérkőzést. Beszéljünk a gólodról, hogy esett és mit jelent most neked ez a gól? Hát nekem ez egy óriási felszabadulás most. Ugye, hogy te is mondtad, nem nagyon kaptam még szerepet a bajnokságban, inkább a kupában, de megpróbálok minden lehetőséget megragadni és élni vele, mert szeretnék minél többet játszani, és szeretném visszanyerni a régi formámat. Szerintem jó meccs volt, pörgős meccs volt. Én úgy gondolom, hogy nem játszottunk alárendelt szerepet. Kiegyensúlyozott meccs volt az elején, aztán ugye kaptunk 2 gólt, aztán megjött a harmadik, és aztán már úgy eldőlt a mérkőzés, úgy gondolom. Ugye mindjárt az első góljuk után nagyon gyorsan válaszoltál, hogyan történt ez a szituáció, a gólod? Egy beadás volt, amit kifejeltek valamelyik közé, hát most nem tudom, és oda pattant elém, átvettem combbal, és elcsavartam a hosszút. Szerencsére nem ért oda a kapus. Nyilván egy ilyen erőltetett menetben te is gondoltál erre, hogy kezdel leszel majd a Magyar Kupában ilyenkor, már dolgozik benned a bizonyítási vágy a meccselőd, vagy hogy készülsz így a meccsekre? Igen, azért dolgozott, ugye még meg kell szoknom ugye a csapatot, nem nagyon játszottam még kezdőként, igazából ez volt szerintem a második mérkőzésem, ugye a felkészülési szezont is teljesen kihagytam a sérülésem miatt. Volt bennem egy kis druk, de hál' Isten jól sikerült ebből kijönnöm. Nagy részben sikerültek a dolgaim is, egy-két pontatlanság volt, amire oda kell figyelnem, de szerintem ennyi belefér. Ugye nyilván ti is nézitek a Vidi szereplését az Európa Ligában, amikor csütörtökön a Pauk ellen nyertek 2-0-ra, akkor milyen gondolatok voltak benned, hogy hú, velük kell játszani itt a Magyar Kupában? Hát mindenféleképp nagyon nagy élmény, hogy velük játszottunk, ugye. Mi szurkolunk is nekik, hogy minden jobban szerepeljenek az Európa Ligában. Ez egy nagyon nagy győzelem volt szerintem a Pauk ellené nekik. Hogyan látod azt a mérkőzést, a Vidi játéket elsősorban? Mi az, ami tetszett benne például? Szervezettek voltak, szerintem odaértek minden labdára, igazából kihasználták a helyzeteiket, ami kellett is. Ugye nagyon közel vannak egymáshoz a mérkőzéseitek, utaztatok Görögországba, nyertetek 2-0-ra. Hogyan lehet, tehát hogy nyilván benne van az ember, hogy ilyenkor ünnepelne, aztán nem lehet, mert utaztok, aztán hazajöttek, és utaztok nagyon-nagyon messze Kisvárdára, ahol egy nagyon fontos bajnoki van, majd jön egy Magyar Kupa, és hát jön a Paks ilyenkor, azért ki lehet örülni magadat, hogy megvettetek egy Paukot? Persze, a kereteken belül lehet ünnepelni, de azt gondolom, hogy egy focista életében ez az a legjobb dolog, amikor szerda-szombat játssza a mérkőzéseket, így lehet a legjobban fejlődni, és ugye mert a mérkőzések meg segítik ugye a csapatot, hogy minél jobban összeszokjunk és eredményesebbek legyünk, minél többet tudjunk gyakorolni, és főleg az európai kupa szereplés az még több rutint ad a csapatnak, hogy itt a hazai bajnokságban eredményesebbek legyünk. Mondjuk, hogyha nem játszol az Európa Ligában, bár erre is volt hál' Isten példa, akkor a kispadról nézve mi az, amit tapasztalni tudsz? Hát ez egy jó kérdés. De hát nyilván, mint a hazai bajnokságban, sokkal gyorsabb a tempó, az labdabiztosnak kell lenni, a kis eladott labdák itt a saját térfélen nem nagyon férnek bele, mert az összes ellenfél megbosszulja, szóval inkább a koncentrációra hívom fel a figyelmet, hogy ami nagyon nagy különbség. Igen, a hétvégén a Paks mit versz ellen, nagyon nehéz lesz ott a Paks ellen. De igen, nehéz mérkőzés lesz, de nekünk kellenek a pontok, és a győzelemért megyünk. Ugye most a Magyar Kupától búcsúztatok, de hát az NB2-ben azért jönnek a mérkőzések, most tabella másik felében álltok, hogy látod, mire lesz képes ez a vált az NB2-ben? Remélem minél feljebb tudunk végezni, most már jó lenne a győzelem is, mert ugye döntetlenek jöttek egyfolytában, aztán most nem jött ki a lépés, de reméljük, hogy a következő meccsen sikerül.
Ami éppen Békés Csaba ellen lesz, akik most jelenleg, ha jól tudom, a másik helyen állnak a tabellán. Mit vársz attól a mérkőzéstől? Fú, hát győzelmet szeretnék mindenféleképp, meg már otthon is tudunk játszani a Váci stadionba, szóval a közönségnek is szeretnénk kedvezni ezzel a győzelemmel, ha sikerül. Akkor most lesz a stadion avatol, ezek szerint? Hát igen, mondhatjuk igen. Jó, lesz már otthon játszani, azért most is ugye itt a albérletben voltatok, nem is volt olyan sok szurkolóként. Igen, persze, hát már 2,5 éve albérletben játszunk, ugye, így sokkal kevesebb szurkolónk is tud eljönni. Végre hazatérünk, remélem sokan is fognak kijönni. The draw is not with us all this summer, so even in Europe and in the cup, we always get the hardest possible opponent. So in first round, team who was just relegated from second division. Now in second round, second division team, I think only us and Vipeš, maybe somebody else also. So I do not expect nothing from the draw. What it give us, we will play, that's it.